Köszöntöm Önöket, a Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Kedvezmények a Pécset maradó fiataloknak, újraindult a Dénesi Ödön program. Fellendülő turizmus, több ezer turista érkezhet a húsvéti hosszú hétvégén Pécsre. Búzaár emelkedés, az aszályos idő miatt további drágulás várható. Ismét meghirdeti a pécsi önkormányzat a Dénesi Ödön programot. Az előző időszak tapasztalataira alapozva a pályázat már jóval több könnyítést tartalmaz a városban letelepedni kívánok számára. A tavaly meghirdetett Dénesi Ödön program célja, hogy a pécsi fiatalok lakhatási esélyeit növelje, továbbá, hogy az érintettek közül minél többen hosszú távon telepedjenek le a Baranyai megye székhelyen. A 18 és 40 év közötti családalapítás előtt álló fiataloknak kiírt pályázat első körének eredmény hirdetése után 4-5 jelentkező már építkezhet, a fennmaradó telkek esetében pedig a második körben már módosított feltételekkel pályázhatnak az érdeklődők. Ruzsa Csaba alpolgármestert arról kérdeztük, milyen könnyítéseket és előnyöket tartalmaz az új pályázati kiírás. Módosítottuk a feltételeket, könnyítettük. Tehát az itt lakási időszakot az egyetemisták miatt, a külföldről hazaköltöző magyaroknak a lehetőségeit könnyítette a közgyűlés. Ruzsa Csaba kifejtette, az új kiírásban már a nem uniós országokban élő külföldiek TB igazolását is elfogadják. Továbbá az első kör tapasztalataira alapozva azoknak is lehetőséget biztosítanak a pályázaton való indulásra, akik rendelkeznek ingatlannal. Ugye nagyon sokat jelentett, hogy az első körbe bejött információkat tudjuk értékelni. Előtte azért valójában őszintén csak ilyen különböző hipotetikus feltevéseink voltak egy ilyen programról. Ilyen program Magyarországon még nem volt. Tehát legalábbis ilyen mértékű nagyvárosi léptékben lévő programot, amit utána többi tembe vinnénk tovább, ilyen nem történt. Ezért azt látjuk, hogy a lakás, amit esetleg a család meg tudott vásárolni, és abból tudjanak építkezni a gyerekes családok, azt beengedjük ebbe a körbe. A Dénesi Ödön pályázatról a Pécsi Vagyonhasznosító ZRT honlapján érhető el bővebb információ. Az új kérelmek április 22-éig adhatók be. Lezárult a szlogen pályázat, amelyet az önkormányzat hirdetett meg még februárban. A cél az volt, hogy a Pécset élők és az ide látogatók adhassanak javaslatot egy új városi szlogenre. A felhívás megmozgatta a lakosságot, a beérkezett javaslatok közül a zsűri 3 javaslatot emelt ki. Pécs a megnyerő város, Pécs évezredek pezsgése, Pécs mediterrán szerelem. A 3 szlogen ötletet az önkormányzat a későbbiekben internetes szavazásra bocsátja, így az itt élők dönthetik majd el, hogy miként hangozzon a város új jelmondata. Nyolc új magyar állampolgár tett esküt a mai napon Pécsett, a ceremóniát a Boldogság házában tartották meg. Az ünnepélyes keretek között megtartott eskütételen Péterfi Attila köszöntötte az ország új polgárait. Pécs polgármestere beszédében hangsúlyozta, büszke arra, hogy a Baranyai megye székhely mindig is befogadó város volt. Mint elmondta, ezt a sokszínűséget továbbra is szeretnék megtartani, ezért örömmel fogadják az itt letelepedni vágyókat. Pécs mindig is befogadó város volt, ezt többször volt már alkalma bizonyítani, többek között a nehéz időkben is. Legutóbb a délszláv háború idején mutattuk meg, mit értünk vendégszeretet és segítség alatt. A ismét háború dúl a szomszédállamban, városunk pedig újra készen áll, hogy segítő kezet nyújtson azoknak, akik a háború borzalmai elől menekülni kényszerültek. Az egyik eskütevő Panykó Illés is Ukrajnából érkezett. Mint mondta, egy hónappal ezelőtt költözött Magyarországra, és már tervei is vannak. Keresek munkát, szeretnék, van diplomom, jogász diplomot van, és szeretnék még tanulni
Magyarországban. Panyku Illésnek már éltek rokonai Magyarországon, nagyszülei is magyarok voltak. A mai ceremónián Románia, Bosznia-Hercegovina, Szlovákia, Németország, Ukrajna, Nagy-Britannia, Irán és Tanzánia polgárai kapták meg a magyar állampolgárságot. A 2019-es vendégszám közel dupláját érte el az idei első hosszú hétvége az országos foglalási adatokat tekintve az egyik szakmai portál kimutatásai alapján. Pécsre is sokan látogattak el ebben az időszakban. A kedvező adatokra alapozva a húsvéti ünnepek alatt szintén teltházzal számol a város. A jó idő beköszöntével már látványosan érzékelhető a turisták jelenléte a városban. A március 15-i hosszú hétvégén rekordot döntött a belföldi turizmus, jellemzően a wellness szállodák mutattak magasabb foglaltságot. Pécs ugyan még nem bővelkedik az ilyen típusú szálláshelyekben, ennek ellenére, ahogy az Kincses Márk, az önkormányzat turizmusfejlesztési osztályvezetője elárulta, teljes kihasználtság mellett működtek a pécsi szállodák. Pécs a hosszú hétvégéken általában szerencsére meg tud telni, hiszen Pécs nem egy egynapos desztináció, olyan úti cél, ahol egy hétre is tudunk bőven élményeket kínálni a vendégeknek. Így volt ez most az elmúlt hosszú hétvégén is, március 15-én a partnerénk visszajelzése alapján nagyon szépen teljesítettek a szállodák, megteltek a pécsi szálláshelyek. A turisták leginkább a múzeumok, kiállítások, a mediterrán hangulat és az egyedi épített környezet miatt választják a Baranyai megye székhelye tuti célul, és főként a hétvégi napokon. Kincses Márk szerint egyébként érdemes lehet az utazást egy nappal megtoldani. Hogyha az ingadozásokat nézzük, akkor a hétfői szokott lenni a legkevésbé telített nap, és természetesen a szombati a legerősebb töltöttséget mutató. Úgyhogy egyébként vidéki barátainknak nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ha Pécsre látogatnak, akkor érdemes úgy hosszítani a hétvégét, hogy akár a hétfőbe lessen, hiszen hétfőre mindig egy kedvező ajánlatot tudnak találni. Kincses Márk arról is tájékoztatott, hogy Pécs egyre kedveltebb a külföldi turisták körében is. Főként a környező országokból nőtt meg az érdeklődés városunk iránt. Ezt a tendenciát a jövőben az önkormányzat szeretné tovább erősíteni, még szélesebb körben népszerűsítve a város turisztikai kínálatát. Az elektromobilitás új irányai címmel tartottak ma tanácskozást a Tükebusz pécsi székhelyén. A program során elhangzott, a koronavírus járvány nehéz helyzetbe hozta a közösségi közlekedést. Ebben az időszakban drasztikus volt az utasszám csökkenése. A szakmai nap egyik fő témája egyébként a széndioxid kibocsátás volt, melynek további csökkentését a szakemberek szerint a közösségi közlekedésbe történő még több elektromos busz bevonásával lehetne elérni. Mint azt az eseményre meghívott pécsi képviselő Aut István elmondta, a Tükebusznál már 10 elektromos busz van forgalomban, és további 8 ilyen jármű beszerzését tervezi a városvezetés. Magyarországon is az elektromos árammal, illetve az alternatív energiákkal működő járműveknek a fejlődése az megállíthatatlan, és ez a jövő. Tehát én bízom abban, hogy Pécs is ezen az úton elindulva folyamatosan fejleszteni szeretné ezeket az elektromos járműveit, mint az elektromos buszokat, mint pedig az egyéb alternatív közlekedési eszközöket. Egy év alatt a duplájára nőtt a búza ára, ennek nagy szerepe volt abban, hogy tavaly februárhoz képest 30%-kal nőtt a kenyér ára is. Az aszályos idő miatt az őszi vetésnek csak nem fele van rossz állapotban. A következő 2 hét vízválasztó lehet. Ha nem jön eső, akkor további drágulás várható a piacon. Kisültek a pogácsák az egyik pécsi péküzemben, itt 15 tonna lisztet is felhasználhatnak egy héten. Ennek a vállalkozásnak is komoly fejtörést jelentett, hogy az elmúlt szezon során a duplájára nőtt a búza ára. Míg tavaly 5-6 ezer forintba került egy mázsa búza, addig ma már 12-13 ezer forintot is kérnek érte. Az előző esztendőhöz képest emiatt most 30%-kal többe kerül a pékáru, az emelést a vásárlók is érzik. Sajnos az emberek kénytelenek megvenni ezeket a termékeket, tehát most ha duplájára nő, akkor is meg fogják venni, mert valamit enniük kell. A búza árának emelkedése elsősorban az inputanyagok, a műtrágya és a növényvédőszerek drágulásának számlájára írható. Emiatt az elmúlt 2 év során folyamatosan nőtt a kenyér ára is. Debreceni Lajosné alaposan megnézi az árakat, mielőtt vásárol. Be kell osztanunk.
már hogy mondjam, hogy akkor valami más, nem is tudom. Meg kell néznem az árakat, hogy melyik az olcsóbb, valahogy így. Az aszályos idő miatt a jövőre nézve sincsenek jó kilátások, szinte alig volt csapadék az elmúlt szűk fél évben. Baranyában az őszi vetésnek csak a fele van jó állapotban. Ritlinger József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke szerint, ha a következő két hétben sem jön eső, akkor tovább romolhat a helyzet. Még sokat kinnalszik a buza, nagyon sok függ még a minőségtől, mennyiségtől, de így marad előre láthatólag, hogy nem jön az égi áldás, akkor biztos, hogy drágulás fog bekövetkezni. A szakember hozzátette, hogy a szomszédban zajló háború és az euró árfolyama is befolyásolhatja a búza árát. A veszettség okozta fertőzés ellen sajnos ma még nincsen teljes körű gyógymód. A betegség kialakulásában a védőoltás időben történő beadása nyújthat védelmet. Mivel a veszettség főterjesztője a vörös róka, hazánkban a betegség visszaszorítása érdekében rendszeresen végzik a róka vakcinázást. Szombattól az ország keleti és déli megyéiben, így Baranyában is megkezdik az immunizáló akciót. Ez idő alatt az adott területeken ebzárlat és legeltetési tilalom lesz érvényben. Erdénk lakója a városba bebetévedő látogató. Ez a vörös róka, melyből hazánkban mintegy 75 ezer példány él. A rendszeres vakcinázásnak köszönhetően ma már szerencsére csak elvétve találni veszett példányt e rőtbondájú négylábúból. Az állomány immunizálása fontos, hiszen veszélyes betegségről van szó. Professzor dr. Kis István, az Orvosi Népegészségtani Intézet igazgatója elmondta, állatról emberre elsősorban harapással terjed, de karmolás útján is előfordulhat a megfertőződés. A kezdeti jellegzetes tünetek a második-harmadik napon jelentkeznek. Láz, rossz közérzet, fejfájás, izomgörcsök és akár víziszony is előfordulhat. A veszettségben szenvedő embernek a gége, izmai, nyelőcső, kisizmok is gyakran görcsbe rándulnak, görcsösek, ezért nem tud megfelelően nyelni, de ez valahol pszichés tünetekkel is úgymond, vagy érzettel is társul, tehát iszonyodik is a víztől, meglát egy vizet, görcsrohamokban törhet ki. Egyébként dűrohamok is nagyon jellemzők akkor ebben a stádiumban a betegekre. Professzor dr. Kis István kiemelte, ha egy embert megharap, megkarmol egy veszett állat, arra teljes körű kezelés, gyógymód nincsen. Azonban a tünetek megjelenése előtt az 5 alkalomból álló védőoltással van remény a gyógyulásra egy-két napon belül. Ha valaki veszett állat megharapott, vagy feltehetően veszett állat, ha vadállatról van szó, akkor lényegében jogi nyelven szólva ugye egy vélelmet állítunk fel, azaz nincs az állat, eltűnt, de furcsán viselkedett, megharapott, akkor veszettnek tekintjük. Tehát abban az esetben, ha ilyesmi történik, akkor veszettség elleni védőoltást kell adni. Hazánkban a betegség visszaszorítása érdekében rendszeresen végzik a rókavakcinázást, így a veszettség az elmúlt években már csak elvétve fordult elő Magyarországon. Az immunizáló akció szombattól az ország keleti és déli megyeiben, így Baranyában is megkezdődik. Ez idő alatt az adott területeken ebzárlat és legeltetési tilalom lesz. Végül néhány szó az időjárásról. Holnap egy hideg front érkezik térségünkbe, de csapadékra nem kell számítani. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 18 fok körül alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este ugyanebben az időpontban jelentkezünk, viszontlátásra!